Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Húsvét ünnepének időszakában így köszönünk és így hirdetjük az örömhírt, amely mindnyájunk számára egy új életre mutató örvendezés forrása. Néhány gondolattal ez a mai nap üzenetében egy kis megállásra hívok mindenkit. Az írók képzeletét mindig foglalkoztatta az a gondolat, hogy mi történne, ha Jézus napjainkban jönne el a földre. Vajon milyen fogadtatásban részesülne? Sokan úgy vélik, hogy a felvilágosultság, az atomkorszak, az űrhajózás korszaka olyan, amelyben nem kellene félnie fanatikus vallási mozgalmaktól. A demokrácia az ő számára is polgárjogot biztosítana a földön. 2000 évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet, különösen Izraelben, ahol egy holtvágányra futott vallási fanatizmus és beszűkült faji imádat ácsolt keresztet Jézus számára. Ezek az idők, gondolják sokan, végérvényesen elmúltak, de sajnos nem ez a helyzet. Nem kétséges, Jézusnak ma is vannak lelkes követői, és otthonra talál számos hívő ember szívében. Ma is milliók fordulnak feléje, igyekeznek megélni az ő evangéliumát. Ugyanakkor azt is meg kell látnunk, hogy nem aludt ki véglegesen az iránta táplált gyűlölet. Érdekes, de igaz, egyetlen vallás alapítót sem szerettek, és nem gyűlöltek úgy, mint Jézust. És mi ennek a magyarázata? Miért üldözik követőiben azt az embert, aki szelíd volt és alázatos szívű? Miért gyűlölik azt a férfit, aki életét adta barátaiért? Miért fordulnak ellene különféle mozgalmak? Miért harcolnak ellene a betű, a szó és az erőszak eszközeivel? Azt még csak megértenénk, hogyha egy gonosz embert valakik gyűlölnek. Joggal gyűlölték az elnyomottak Nérót vagy Genghis Khant. Ki gyűlöli őket napjainkban? Senki, hiszen meghaltak. Eltűntek a történelem színpadáról, emlék maradt csak a borzalmas tetteik. Kialudt a gyűlölet tüze is az elmúlásukkal. De mi a magyarázata annak, hogy van még Jézus iránti, kereszténység elleni iránti, egyház iránti gyűlölet? Az emberek azért gyűlölnek valakit általában, mert akadályozza őket a vágyaik beteljesedésében. Például minden ember szeretne anyagi jólétben élni, Néró pazarló életmódja azonban sokakat nyomorba taszított, ezért gyűlölték. Minden emberben elevelen él a vágy a szabadság után, a zsarnokot ezért gyűlölték mindig Genghis Khantól egészen Hitler Adolfig. Amikor azonban meghaltak, velük együtt eltűnt a gyűlöletet tápláló ellenszenv is. Ha Krisztust halála után is gyűlölik, ennek kézenfekvő magyarázata az, hogy Krisztus nem halt meg örökre, hanem halála után feltámadt és él. És mert él, ezért ma is akadálya a bűnnek. Útjába áll az önzésnek, az anyag imádatának, és így tovább. Krisztus ma is él, és tiltakozik az ellen, hogy megfeledkezzenek Istenről, örök életre hivatott életükről. Krisztus élete mindig beleütközik abba, amikor valaki jóság, szeretet és békesség nélkül akarja élni életét, mert figyelmeztet, mert ő maga az, aki meghív, és ugyanakkor vezet bennünket föld életünk útján.